A görög katolikus templom külső és szinte teljes körű belső felújítása már megtörtént, ezt július 2-án megszentelik és hivatalosan is átadják a hívőknek. A római katolikus templom tetőszerkezetén pedig látszik, még friss a festés. Ezt a javítást a helyi egyház saját erejéből valósítja meg. De az önkormányzat is rendszeresen végez épületfelújításokat. A polgármesteri hivatal például ebbe az épületbe szeretne átköltözni idén, amely most a Kállai Kúria kiszolgáló épületeként működik. Az elmúlt év folyamán a településünk önkormányzata, illetőleg a polgármesteri hivatal átvette a délnyírségi kistérségnek a vezetését. Ebből kifolyólag több feladat is hárul a polgármesteri hivatalra. A jelenlegi épületünk az már nem adott arra, hogy teljes körű minden feladatot el tudjunk látni, és ezt teszi szükségessé legfőképpen ezen költözést. A költözéshez átalakítás is tartozik, azonban változásbejelentést kellett tenni a Magyar Falu program keretein belül. Azt mindenki tudja, hogy az építőanyag árak, illetőleg az építési költségek az elmúlt időszakban azért drasztikusan emelkedtek, és mondjuk egy pályázati beadás, illetőleg a megvalósítási szakasz közötti több hónap az generált egy költségnövekményt, és ebből kifolyólag változásbejelentést eszközöltünk. Reméljük, hogy mi hamarabb megkapjuk erre is a pozitív választ, és akkor el tudjuk kezdeni a kivitelezést is. A TOP Plus keretében óvoda bővítésre is lehetőség lesz, az önkormányzat pedig szeretné kihasználni ezt a lehetőséget. Mint a polgármester elmondta, már kinőtték a jelenlegi intézményt, ezért a település lakosság megtartó erejének növelése érdekében ez egy fontos beruházás lenne.